A Megyeháza dísztermében ünnepi megemlékezésen adták át a megyei díjakat, elismeréseket, összesen 45-öt. Az ünnepségen részt vett Hubay Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke, dr. Berkó Attila megyei kormány megbízott, Borbás Zoltán a megyei közgyűlés alelnöke, Szalai Ferenc Szolnok megyei jogú város polgármestere, dr. Kállai Mária, F. Kovács Sándor, dr. Fazekas Sándor és Pócs János országgyűlési képviselő. A mai megemlékezés évek óta bejáratott forgatókönyvét a járványügyi vészhelyzet felülírta, mint amennyi más dolgot is az idén az életünkben. A mai ünnepségünk abban is különbözik a megszokottól, hogy most nincsen velünk a jász és a kun kapitányok, és nem hoztuk be a történelmi zászlókat. A díszterem sem telt meg, az elismeréseket is kísérők és családtagok nélkül vehetik át díjazottaink. Hangsúlyozta Hubay Imre beszédében, majd szólt arról is, hogy az elmúlt hónapokban az életünk ritmusa megváltozott. Mint azt önök is látják és érzik, az idei augusztus 20-ai megyei ünnepségünk merőben különbözik az eddigiektől. Most nincsenek velünk ünneplő jász és nagykun kapitányaink és huszáraink. A díszterem sincs zsúfolásig megtelve, és az idei díjazottjaink is kísérők, családtagjaik, szeretteik, munkatársaik társasága nélkül veszik át elismeréseiket. Hozzá kell tennem, hogy idén nem csak az ünnepség, hanem életünk megszokott ritmusai és kerete is merőben különbözik az eddigiektől. Ez a változás arra készített bennünket, hogy életünk szilárd, biztonságot adó alapjait a magyar állam által nyújtott erős, stabil, gazdasági és szociális hátteret, a családok és baráti szövetségek összetartó erejét mostantól mindennél többre értékeljük. Több mint 1000 évvel ezelőtt Szent István királyunk a magyar állam és egyház szervezet kiépítésével egy erős, feudális államot szervezett itt, a Kárpát-medencében. Elkötelezett volt mindannak végigvitelében, amiről meg volt győződve, hogy a nemzet érdekét és a magyar állam jövőjét szolgálja. Szent István, akinek egy egész élete a belső lázadások és a külső betörések miatti állandó hadviselésben telt el, nem vette magára a középkorban szokásos jelzőket, az erő és a rettenthetetlenség formuláit. Ő úgy mutatkozott be rendeletein, mint a magyarok jámbor és kegyes királya. Mindkét jelzőben benne van az önmagunkhoz való szigorúság és következetesség, de a fele barát felé megnyilatkozó megbocsátás, könyörület és hűség is. Jámbor és kegyes akart lenni Szent István, és ilyennek akarta látni és láttatni a magyar népet is. Kereszténynek lenni és az államiság építése közben rendet tartani, abban az időben csak együtt volt lehetséges. Szent István királyunk történelmi érdeme nem csak az volt, hogy keresztény alapokra helyezve megalapította a magyar királyságot, és hogy ezzel Európához csatolt minket. Ezt az ő korában mások is megtették saját országaikkal. Az ő igazi nagysága abban rejlik, hogy szuverén módon határozta meg Magyarország helyét az akkori világban. Ezért tekintem én magam is példaképnek azt az öntudatot, önbecsülést és erős jellemet, amelyel István király bő 1000 évvel ezelőtt vezette népünket. Azt a bölcsességet pedig, melyel az emberek erős egyenlőségét a törvényeiben és a társadalom legkisebb, de legfontosabb sejtjének, a családnak a védelmét biztosította, igazolta az idő. Hiszen a család nemzetközösségünk alapja olyan szilárd, szereteten és megbecsülésen alapuló építőkő, amely biztos szigetet jelent az unokák, a gyermekek, a szülők és a nagyszülők nemzedékeinek. Tudjuk, hogy a családok megtartó ereje nélkül magunk is, társadalmunk is sebezhetőbbé, kiszolgáltatottabbá válna. Hazánknak, benne szeretett szülőföldünknek, Jász-Nagykun-Szolnok megyének soha nem volt nagyobb szüksége a családokra épülő, büszke, ön és identitástudattal rendelkező dolgos, összetartó közösségekre, mint ma. Azért imádkozok hát, hogy dolgozzunk együtt, erőnk és tudásunk szerint, hazánk és Jász-Nagykun-Szolnok megye javára úgy, hogy közben maradéktalanul őrizzük és erősítsük hagyományainkat, határon belül
és túli magyarságunk értékeit. Az országunk, a megyénk, a települések és a családok előtt álló kihívásokra adott válaszaink helyességét az együtt gondolkodásban, a közös cselekvésben látom, melyhez Szent István király szellemi hagyatéka adhat teremtő erőt munkálkodásunk során. Ezért az ünneplés percében kívánom mindannyiunknak kitartást és sohasem múló szilárd akaratot és az őseink múltjába való töltekezést. Isten áldja Magyarországot, Isten áldja Rászlóna megyét, Isten áldja őket. Köszönöm, meghallgattam. A karantén előírások szigorú betartása mellett átadták Jász-Nagykun-Szolnok megye díjait. 17 oklevél és pakett talán gazdára, egyebek mellett a gazdaság, az egészségügy, a tudomány, a közművelődés terén kifejtett munka elismeréseként. A díjazottak között orvos, pedagógus, múzeológus, cégvezető, országgyűlési képviselő is van. De nem feledkeztek meg a települési összefogás kapcsán elért eredményekről sem.